Már nem pártelnökként érkezett a Szél-Kálmán tére Fekete Győr András. 3,4%-ot kaptam miniszterelnök jelöltként. Ezért kezdeményezett maga ellen bizalmi szavazást, amelyen nem kapott többséget. Ígéretemhez híven be is nyújtottam a pártelnöki lemondásomat tegnap késő este. Én nem búcsúzkodni jöttem, hanem inkább lezárni egy 5,5 éves szakaszt. A pártot ideiglenesen Orosz Anna vezeti. A küldőgyűlés nem szavazott bizalmat Fekete Győr Andrásnak, és ezért a Momentum alapszabályának értelmében én, mint alelnök, vezetem a pártot a következő tisztújításig. A híradó kérdésére a leköszönő pártelnök azt mondta, a Momentum népszerűségének is jót tehet a távozása. Jó a sorcsere ilyen szempontból, nekem személyesen is nyilvánvalóan, és a pártnak is, úgyhogy szerintem ebből csak erősebben lehet kijönni. A Republikon intézet ma nyilvánosságra hozott felmérése szerint az előválasztás első fordulóját követően 1%-kal növekedett a Momentum népszerűsége, és nőtt az ellenzéki összefogás előnye is a Fidesszel szemben. A teljes népességben 6, a biztos szavazók körében 8%-kal előzi a 6 párti összefogása a Fidesz-KDNP pártszövetséget. A felmérésből az is kiderül, az ellenzéki pártok közül csak az LMP és a Jobbik veszített a népszerűségéből. Előbbi 1, utóbbi 2%-ot gyengült. Nincs bizalmi válság a Jobbikban. A miniszterelnök jelöltek között negyedikként végzett Jakab Péter ma azt mondta, nem tervez Fekete Győr Andráshoz hasonló lépést. Ha az ellenzék népszerűbb lett, akkor jó munkát végeztünk, hiszen én az előválasztás kampányában nem csak a Jobbikra koncentráltam, hanem az összellenzék egészére, nem csak jobbikos képviselőjelöltek mellett, de DK-sok, momentumosok, párbeszédesek mellett is kampányoltunk. A Republikon intézet ma publikált felmérése szerint egyébként, ha Márki-Zay Péter nyeri az előválasztást, az inkább az ellenzéki, ha Dobrev Klára, az pedig inkább a kormánypárti szavazókat mozgósítja majd. A Demokratikus Koalíció délután a Závec Research kutatására hivatkozva azt közölte, Dobrev Klárának van a legnagyobb esélye legyőzni Orbán Viktort. Egy másik kutatóintézet, a Medián ugyanakkor azt mérte, hogy Márki-Zay Péternek lenne erre nagyobb esélye.